Pénteken a Máriafalvi Idősek Klubjában mutatták be az új gyulai kedvezménykártyát, mely több helyre szóló vásárlási kedvezményre jogosítja felhasználóját. Már most elég sok gyulai szolgáltatónál olcsóbban lehet vásárolni, de ez a kör várhatóan jelentősen bővül majd, legalábbis ezen dolgozik a kibocsátó civil szervezet, a Békés megyei Szklerózis Multiplexes Emberek Közhasznú Egyesülete. Jelen pillanatban 68 szolgáltató vesz részt ebben a folyamatban. Ez a szám egyre növekvő, hiszen több érdeklődő is van szolgáltatói szinten, hogy szeretne ehhez az alulról jövő kezdeményezéshez csatlakozni. És mi ezt hosszú távra tervezzük, tehát nagyon sok olyan tárgyalás is van már, ami ez a bővítéshez vezet. A gyulakártyát első körben a nappali szociális ellátórendszeren keresztül szeretnék elérhetővé tenni, ezért is mutatták be első alkalommal időseknek, illetve a velük foglalkozó szakembereknek. Ennek a kártyarendszernek az a lényege, hogy nyitott mindkét irányban, tehát egyrészt bárki megigényelheti Mariannékon keresztül, másrészt pedig kereskedelmi, illetve szolgáltatói oldalról bárki csatlakozhat ehhez a rendszerhez. A feltétele az szolgáltatói kereskedelmi oldalról, hogy különböző százalékos kedvezményeket nyújtsanak a kártya használatért cserébe. A gyulakártyát bárki igényelheti, még csak helyi lakosnak sem kell lenni hozzá. A legfontosabb cél egyik oldalról az, hogy a plastiklappal bírók olcsóbban vásárolhassanak, a szolgáltatók pedig a kedvezmények révén nagyobb forgalomhoz jussanak.